Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ez a mai este, ez egy rendhagyó este, mert labdarúgó vezető edző még nem volt a vendégem. Én azt hiszem, a népszerűségi listán igencsak ott volna az első háromba, vagy ott van az első háromba Bicskei Bertalan. Fogadják szeretettel. Szervusz, Bertikém, hogy vagy? Hát köszönöm a kérdésedet, tulajdonképpen jó vagyok, hogyha úgy kérdezett, hogy szakmailag végre van megint csapatom, hosszú idő után Magyarországon dolgozhatom. Hát természetesen az élet zajlik nálunk is, és hát hoz problémákat, amiket meg kell oldani, azok idegesítik itt ott az ember, de ezekkel együtt jó meg vagyunk. És ami a magánéletedet illeti, mert ez a szakmai megelégedettség. Igen, hát ami a magánéletet illeti, nem akarom elkiabálni, lekopogom. Én ott meg vagyok teljes mértékben elégedve, otthon tényleg nagyon segítik az én munkámat. Három gyerek is most már kezd az életbe lábra kapni, úgyhogy azt hiszem, hogy meg lehetünk elégedve. Milyen érzés újra itthon nagy csapatnál vezetőedzőnek lenni? Érzel valami elégtételt, hogy újra toppon vagy? Hát ez inkább úgy fejezném, hogy kettős érzés. Egyrészt nagy örömmel jöttem haza, hiszen én úgy voltam külföldön mindig, bárhol dolgoztam, hogy tényleg szeretnék hazajönni, főleg egy idő után. De azt hiszem, ez természetes, és ezzel szinte mindenki így van. A másik érzés az, hogy hát ismét tényleg egy nagyon nehéz feladatot sikerült összeszedni, hiszen a Honvéd az egy nagyon fiatal, formálódó együttes, 19-20 éves játékosokkal teletűzdelve, akik még messze nem érték el még a teljesítő képességüknek talán az 50%-át sem. Tehát borzasztó sok munka van velük, és egy hosszú távú munka kellene, hogy legyen eredetileg. Hát meglátjuk, mit hoz az élet. Szép feladat, ez kétségtelen, de nagyon nehéz. Tulajdonképpen a mi barátságunk az már nem kétnapos. Elég régen ismerjük egymást ahhoz, hogy bátran definiálhassam azt, hogy Bicskei Bertalan egy lelkis ember, borzasztóan mélyen érző és könnyen magába roskadó? Azt azért nem, hiszen bárhova vetett a sors, és bárhol edzősködtem, legyen az Magyarország is, mindenhol sikerült nehéz feladatot összeszednem, és mindenhol voltak mélypontok, amit nagyon nehéz volt túlélni, de hát ezt tényleg lekopogom, hát eddig sikerült. Ilyen a jelenlegi feladat is, de külföldön is, Svájcba, Koreába, Egyiptomba, még Szaúd-Arábiába is mindig voltak olyan hullámvölgyek, amit edzői szempontból nagyon nehéz volt megoldani. Nem véletlen, hogy én a lelkist azt kijelentő módba, a magába roskadót azt kérdő módba tettem fel, mert én tudom, hogy nagyon sok mindenem mentél az életbe keresztül, de azért mindig túltetted magad a dolgokon. Azért bennem joggal felmerül a kérdés ilyenkor, hogy a messzi távolban, amikor Szaúd-Arábiában például a kokáért edzősködtél, olyankor 100%-ig ott vagy, vagy azért az is megfordul a fejedbe, hogy itthon vajon mi történik? Hát természetesen megfordul a fejembe, sőt, én bárhol voltam, napi kapcsolatban voltam barátokkal, kollégákkal, labdarúgó szövetséggel, ha úgy tetszik, és abszolút tájékozódva voltam, főleg Szaúd-Arábiában, ez érdekes, ahol a legjobban egyedül kellett, hogy érezzem magam. Volt egy faxmasinám a szobába, és hát itthon is van a lakásunkban egy, és a feleségem minden nap küldte az újságokat, úgyhogy tényleg azonnal értesültem az itthoni fejleményekről, bármi is volt az. Ezzel együtt nagyon egyedül éreztem magam Szaúd-Arábiában, hiszen a feleségemet végül is nem engedték ki. Hát így tartottuk a kapcsolatot. A feleséged apropó. Tulajdonképpen
ti nagyon jól kiegészítitek egymást. Ő egy olyan mindenes melletted, ahogy én ismerek benneteket, olyan menedzser típusú háziasszonya. Hát igen, ez talán még a kezdet-kezdetén alakult így ki, hiszen én akkor már első osztályú helyek közel válogatott labdarúgó voltam, amikor megismerkedtünk. Ő maga is sportolt, tehát tudta azt, ő akkor ugyan már abbahagyta a sportolást, de tudta azt, hogy mit jelent mérkőzésre készülni, sportszerűen élni, odafigyelni valamire, hajtani egy kitűzött célért, és tényleg társként mellém tudott szegődni, és mindenben segített. És ez a kapcsolat valahogy így maradt a mai napig is. Én ugyan már csak edzősködöm, de ugyanúgy segíti a munkámat, mint amikor még kapus voltam. Még koordinálja is. Hát igen, amikor kell természetesen, ha külföldön vagyok például, akkor tényleg ő rajta keresztül tartottam a kapcsolatot. Ő intézi a családnak az ügyeit, pénzügyektől kezdve, ami talán természetes is, egy jól összeműködő családban, de mindenféle fajta ügyet ő intéz a családnak. Motoszkál bennem egy kérdés, Berci, mert nem hagy nyugodni a gondolat, amikor te az MTK-ból elmentél. Milyen érzések motoszkáltak benned akkor? Hát időm, hála Istennek időm nem volt nagyon sokat töprengeni. Ez egy borzasztó érdekes dolog volt, az a ominózus vasas mérkőzés, amit 0-0-ra játszottunk otthon. A akkori elnöke a klubnak, nem a Várszegi úr, az akkori elnöke, behívott rögtön meccs után is fölmondott. Nos, én akkor hazamentem, annyira mellbevágott a dolog, hogy komolyan mondom, egyszerűen elsőtött a tudatomig, hogy fölhozom a csapatot az MB2-ből, ott állunk az élcsoportba, alig leszakadva az első helyzettől, és azt mondják, hogy menjek el. És nagyon sokan nem tudják, de végül is az MB2-t megnyerő csapatot én szedtem össze az MTK-nak, mert akkor nem volt pénze, nem volt Várszegi úr. Volt egy edző, akinek voltak régen ifi válogatottjai, akiket oda tudott pénz nélkül hozni, kialakított egy csapatot, és hát hála Istennek, nem csak én miattam, de valahogy jó sikerült. És akkor mondjuk, hát ez volt a késői hála, hát nagyon sok időm nem volt töprengeni, hazamentem, és hát mit tesz a sors? Ugye abban, ahogy beléptem az ajtón, de ez becsület szavamra így történt, beléptem az ajtón, csörgött a telefon, és Szaúd-Arábiából az elnök úr tört angolsággal, megkérdezte tőlem, hogy hallott rólam, és hogy vajon én szabad vagyok-e, mert az ő csapatuknak kéne egy edző. És akkor mondtam neki, hogy akár holnap is tudok utazni. Tehát akkor a jó Isten valahol vezérli a kezed ezek szerint. Hát nem szeretem a nagy szavakat, de visszatekintve az eddigi pályafutásomra, akár labdarúgóként, akár edzőként, de főleg edzőként, van egy olyan érzésem, hogy igen. Hát te biztos, hogy egy hihetetlen sikeres edző voltál, ifi Európa bajnokságot nyert a csapatod. Igen. Azok közül, a játék közül jó néhányan a mai napig is stabil válogatottak, vagy válogatottak voltak. Igen. És így tovább. De szeretnék egy kicsit visszakanyarodni. Tudnélik, én hallottam olyan hangokat, és meggyőződésem, hogy ez a tipikus eset a savanyú a szőlő esetének, hogy ugyan már az a kölni főiskola. Hát, ez nem rád, magára, a kölni főiskolára. Igen, hát talán azok mondják, akik nem végezték el ezt a kölni főiskolát. Nem csak én mondom, én ugyan tapasztaltam, de a világon mindenhol magas szinten elismerik, valóban nagyon jó iskola, ezt tudom mondani. Én személy szerint, nem tudom ki, hogy van vele, én személy szerint nagyon sokat tanultam ott. Nem csak te. Mert azt hiszem, talán hárman vagytok. Hát a Kistelek és a Varga Zoli, pillanatilag hárman vagyunk Magyarországon. És ez a mai Honvéd? A mai Honvéd egy érdekes csapat. Kicsit talán kényszerből túl lett fiatalítva, de azt hozzá kell tennem, hogy ezek a saját nevelésű fiatalok tehetségesek. Azt is hozzá kell tenni, hogy idő kell nekik, 2-3 év, amíg a tudásuknak a csúcspontjára elérnek. Ezt az időt türelemmel ki kell várni szurkolóknak, vezetőknek, edzőknek egyaránt. Én úgy érzem, hogy a pillanatnyilag ötödik a csapat, tehát kicsit följött, de ennél a Honvéd mindig többre vágyik. Ezt muszáj elfogadni, akár tetszik, akár nem. Ennél akármi van a csapatban, többre vágyik. Na, hogy ezt a többet elérjük mondjuk jövőre, ahhoz egy-két játékost azért kell hozni, akik tapasztaltabbak.
akik ezeket a fiatalokat tudják magukkal vinni a mérkőzéseken, és esetenként a mérkőzéseken kívül is. Mire jut időd, Berci, a labdarúgás mellett, kultúrára, színházra, netán más sportra? Hát sajnos kevés időm jut pillanatnyilag. Azt tudod, én színész családból származom, és hát tényleg színész körökben nőttem föl. Azt hiszem Bicskei Árpád. Bicskei Károly. Károly, igen. Igen, és Fogarasi Mári édesem. Mit kette Jászai Díjas művészek? Vitték valamire a szakmában, és én végül is apámtól tanultam meg, hogy valamiért hogy lehet keményen küzdeni, és megpróbálni elérni szorgalommal, kitartással. Hát már mind a ketten nyugdíjasok, de hát a színházat azért szeretjük továbbra, és sajnos most nagyon kevés idő jut rá. Én a labdarúgáson kívül pillanatnyilag a labdarúgással foglalkozom, ugyanis még Szaúd-Arábiában elkezdtem egy szakkönyvet írni. Ezt ugyan befejeztem, de még bizonyos kiegészítő részeket meg kell írni a könyvhöz. Itt tartok most, tehát a szabadidőmben ezt csinálom. Mikorra várható ez a szakkönyv megjelenés? Ha a labdarúgó szövetség valóban fővállalja, már pedig szóban megállapodtunk Cékus Lajossal, Lackó Mihállyal, sőt, ők kerestek egy kiadót is már, most itt tart a dolog. Ha minden simán megy, akkor március elejére, jövő év március elejére reményeink szerint kint lesz az utcán. Ha nem kapus lettél volna az életedben, te mezőnyjátékosnak legalább olyan jó lettél volna. Én ezt nem kérdésként teszem föl, definiálom, mert mi játszottunk egy csapatban, ha emlékszel, igen, az MTK öreg fiúkba, és az Istenek nem akarták a kapuba, csak mezőnybe centert játszani, meg középpályást. Megmaradt ez a labda iránti szereteted? Igen, hát ez még gyerekkoromból származik. Tőle csak örökölni lehetett a labdát. Igen, mindenkinek van hibája. Hát nekem ez a foci iránti szeretet a gyerekkoromból származik. Kapus lettem, mert az is tetszett, de hát mi reggeltől estig fociztunk, és imádom a labdarúgást a mai napig is, ha lehet játszom. Hát valóban az MTK öreg fiúba sokat játszottunk együtt, de hagyjáruljak el valamit, én annak idén a MUM Budapest első osztály csapatában még ifiként azt csináltam, hogy szombatonként védtem az első csapatba, vasárnap pedig az ifibe centert játszottam, és nem is voltam gólképtelen. Hát ezt én is tanúsíthatom. És a srácok? A legnagyobbik, az 24 éves, most a érdemvékettes csapatának a kapusa. Egy évig volt Dániában profiként, ott sajnos nem sikerült első számú kapussá válnia, hát vissza kellett jönni. A középső az egy szakiskolát végez, szabásvarrást tanul, az maszek szeretne lenni, ha úgy tetszik. A legkisebbik most fejezi be a középiskolát. Nekik nincs közük a sporthoz. A legkisebbik is focizik iskolacsapatba, a Szent István szakközépiskolának a tulajdonképpen híres csapatában. Sajnos nagyon komolyan megsérült, keresztszalag, porc operálni kellett, most ki kell úgy látszik hagyni neki egy fél évet. Közben jelentkezett játékvezetőnek, úgyhogy decemberben fogja kezdeni 18 évesen a játékvezetői tanfolyamot. Hát úgy se szitták őt eléggé a családon belül, hát majd kicsit kapjon azért ő is. Hát a játékvezetőknek az élete az azért nem éppen habos kakaó, mint nem mondjak. Apropó, Berci, visszatérve a te lelkületedre, én emlékszem egy szituációra, hosszú évekkel ezelőtt történt, és te mai napig nem vezetsz autót. Ennek köze van egymáshoz? Hát volt sajnos, ugyan már nagyon régen, de volt egy nagyon súlyos balesetem. 75-ben vagy 74-ben? Igen, 76-ban. Egy nagyon csúnya balesetem, és én akkor úgy éreztem, hogy pillanatnyilag tényleg a legjobb tudásom szerint vezettem a gépkocsit. Sajnos mégis hibás voltam, és hát azóta nem, tényleg nem vezetek. Illetve Szaúd-Arábiába kényszerből muszáj volt beülni egyszer-kétszer, mert betettek egy hatalmas lakásba, város szélén odaállították a kocsit a ház elé, és a pálya gyalog körülbelül egy órára volt, senki nem jött oda autót vezetni. Hát egyszer-kétszer, mikor a pályaedzőm nem volt elérhető közelbe, kifurikáztam, de hát nagyon rossz érzésekkel vezettem. Én ezt azért kérdezem meg, mert kb. Abban az évben volt nekem is egy hasonló szituáció, igen, csak én nem tudom elképzelni az életemet autó nélkül. Ezért mondom, hogy nem vagyunk egyforma lelki. Igen. Ebből következtettem én arról, hogy te borzasztó lelkis is
Nem teljesen így van. Természetesen lelkiismeretes vagyok, de az, hogy nem vezetek autót, inkább azért van, hogy én olyan típus vagyok, aki egy dologra tud figyelni. Arra nagyon oda tudok koncentrálni, de amikor már több felé kell figyelnem, szétszóródik egy kicsit, és nem tudok annyira oda koncentrálni egy dologra. Most otthon úgy beszéltük meg, ha nem muszáj, akkor nyugdíjas koromig nem vezetek. Maradjon a foci, arra oda koncentrálok, és hogyha egészségben megérjük a nyugdíjas kort, hát akkor majd vezetek talán megint. Akkor így, mivel minden az életben ez is véges, akkor én azt kívánom neked, hogy arra az egyre koncentrálj oda, a futballra nagyon, nagyon sikeres légy, a csapatod is nagyon sikeres legyen, hát ha egy mód van rá, akkor a hátunkat nézzétek, mert hát én köztudott MTK drukker vagyok, de ott alattunk a második helyen. Én ezt kívánom neked első évben tiszta szívemből. Ezt tudom, kívánom. Hogy ez neked kevés. Nem, ez az első évben nagyon megfelelne. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.